Libák plüssből, vászonból varva és rajzolva, festve és ragasztva, üvegen és világítva. Minden a libák körül forgott tegnap a Pesti úti és a Köztársaság utcai óvodában, és persze Márton körül, hiszen ebből Márton nap alkalmából válták színes programra a gyerekeket. Sok napja készültek már erre az eseményre, hiszen itt is fontos, hogy a néphagyományokkal megismerkedjenek a gyerekek. Mert két hete erre a programsorozatra készülünk, a csoportszobákba titkon zárt ajtók mögött mindenféle libás programok voltak, kézműves foglalkozások, mindenféle módon próbáltak megismerkedni ezzel az ünneppel, illetve a libával, mint kis házi állattal, és ezt különböző módon dolgozták föl. A tegnap este pedig megkoronázta a sok előkészületet. A gyerekek nagy örömmel meséltek arról, hogyan is készültek erre a napra. Készültünk libákkal, amiket készítettünk, ragasztottunk sokat, és majd utána bulizni fogunk egy jót. Egy jó meséjével fogjuk várni a gyerekeket, és utána majd egy jót játszunk. És azt tudjátok, hogy miért kell most libákkal foglalkozni? Mert liba nap van. Liba nap van. És te mit csináltál erre a napra? Te is festettél? Mit festettél, ragasztottál? Egy ilyen nagyon szép lámpást. És a lámpással mi történt? Hol került most? Most a mi csoportunkban van. A Pesti úti óvodában először mese várta a gyerekeket, természetesen a Ludas Matyi. Ámulattal és nagy figyelemmel követték a kicsik a történetet. Majd pedig a sok ülést követően megmozgathatták magukat, hiszen táncház várta őket. A táncházat pedig lámpás felvonulás követte, hiszen a szülőket is arra kérték, készüljenek erre a napra. Az ő kezük munkájának eredménye pedig sok szép lámpás lett. De az intézmény másik tagóvodájában is sok program várta a gyerekeket. A Köztársaság utcai tagóvodánkban is ugye most zajlik ugyanez a rendezvénysorozat, ott pedig népi mozgásos játékokkal igyekeznek a kollégák egy kicsit megmozgatni a gyerekeket, és manókereséssel fog majd zárulni a rendezvény, amikor már jó sötét lesz, akkor manókat fognak a kisgyerekek keresni az udvar területén. A Köztársaság utcai óvodában a programok nagy része az udvaron zajlott. Itt táncolhatták ki magukat a kicsik. És persze sok érdekes, izgalmas és vidám játék is várta őket. De még a kukoricamorzsolást is kipróbálhatták.